Jó napot kívánok, sziasztok! Ahsoka Tano a The Clone Wars animációs sorozatból a nagybetűs kedvenc karakterem, de a Star Wars egészét tekintve is előkelő helyet foglal el nálam. Ez a róla szóló Young Adult, vagyis fiatal felnőtteknek címzett, de tulajdonképpen normális felnőtt regény a Togruta a Sith-ek bosszúja utáni életének egy eddig ismeretlen részébe enged betekintést. A könyv eseményei a birodalom megalakulásának egyéves évfordulóján, a birodalom napján kezdődnek. Az egykori Jedi tanítványa tisztogatás elől a jelentéktelen Sabeska világon lehet menedéket, mint szerelő. A lány nem akar feltűnést kelteni, csak magára számíthat, de a birodalom megjelenésekor szedve a sátorfáját a ráda mezőgazdasági holdon köt ki. A lány akarata ellenére könnyen barátkozik, részletesen megfigyeli és elemzi a környezetét, legyen szó összecsapásról vagy utcai sétáról. Kordában tartja az érzelmeit, magányos, szomorú, tetrekész, türelmes, cselekvés előtt átgondolja a helyzetet, megfontolt, nem kérdezősködik, bizalmatlan, kiválóan rögtönöz, örül, amikor hasznossá teszi magát, keresi a helyét egy Jedi nélküli galaxisban. Ahsokának szembesülnie kell azzal a kérdéssel, hogyan segíthet újdonsült barátainak Jedi múltjának megemlítése nélkül. A történetben egy személyként kiemelhető ellenség nincs. A cselekmény különböző pontjain eltérő személyek kerülnek ebbe a pozícióba. Például a korábbi broker, Janice Pillar, aki mezőgazdasági termelésre alkalmas, gyérrel lakott bolygókat kereső birodalom számára. Az ellenség maga a birodalom. A mellékszereplők révén a helyi gazdák életét ismeri meg az olvasó és a címszereplő. Közülük leginkább a 17 éves Caden Lard kerül az előtérbe, aki lelkes, tapintatos, szinte Ahsoka idegenvezetője, igyekszik gondoskodni magáról és húgáról, Miaráról. A regény felénél felbukkanó szereplőnek nagyon örültem, egy újabb lendületet adott az addig sem érdektelen történetnek, és a nagy egészhez is fontos információkat tett hozzá. Már több regényben olvashattunk a birodalom gaztetteiről, így sincs ez másképp, így érdeklődve olvastam a birodalmi kizsákmányolásról, elnyomásról, a helyiek életének ellehetetlenítéséről és arról, hogy ezek milyen hatást gyakorolnak a földművesekre, milyen gondolatokat váltanak ki belőlük, és milyen tettekre sarkalják őket. Nagyon tetszettek az utalások a filmekre, a The Clone Wars és a Rebels sorozatokra. A dőlt betűvel szedett, főleg múltbeli események leírásai szintén tetszettek, nagyon szép, izgalmas és ötletes dolgokról szólnak. A regényből nem lehet Ahsokát teljes mértékben megismerni, ezért is csak azoknak ajánlom, akik látták a The Clone Wars-t, pláne ha Ahsoka kedvelők. Egyébként pedig egy jó kalandregény, így az is élvezheti, aki nem kifejezetten a címszereplőre kíváncsi. Nektek mi a véleményetek erről a regényről? Köszönöm a figyelmet, viszontlátásra, sziasztok!